Folytassuk a Videóton Ferencváros mérkőzés összefoglalójával, ami a Videóton illeti, az utóbbi időben egy pár nagyon szép eredményt értek el, és úgy nézett ki, hogyha ez így folytatódik, akkor végül is jó szájízzel hagyhatják majd abba a bajnoki szezon végén. Győztek a Dunafel ellen, idegenben megverték az Újpestet, és sorolhatnám a további eredményeket. A Ferencvárosnál pedig az volt a kérdés a mérkőzés előtt, nyernek-e, marad-e esélyük esetleg a bajnoki címre? Kellemes időben 9000 néző előtt kezdődik a mérkőzés, és mindjárt a találkozó elején Dragoner óriási hibát követel. Szorátó támadja, Dragoner elveszti a labdát, a Videóton azonban nem tudja kihasználni a kínálkozó lehetőséget, később Skukalek fölszabadít. Hazai szabadrúgás, Dvéri teszi középre a labdát, Tímár érkezik, vezet a Videóton, 1-0 a 22. percben. A ferencvárosi védők sok hibája is kellett ahhoz, hogy ebből gól legyen. Lipcsei alászalad a labdának, ez talán Szűcsöt is megzavarta, aki kitenyereli a labdát pont az érkező Tímár elé. Ő természetesen ilyen közelről nem hagyja ki a lehetőséget. Ferencvárosi támadás. Szép indítás, Dragoner a 16-oson belül. Végment lábbal, de ezzel még nem oldódik meg a helyzet, Pinte érkezik, és az ötösről lőne, de belelépnek a lövésbe, szöglet lesz a dologból. Nézzük még egyszer, Dragoner próbál játszótársat keresni, belőni a labdát, Vég azonban jól zárta a rövid sarkot. Itt pedig Pintét blokkolják. Vezet a csapat, ennek ellenére nem 100%-osan elégedett Várhidi Péter. Szorátót indítják hosszan, egy picit kisodródik, Lipcsei húzódik ki rá, Szorátó várja, hogy érkezzenek a többiek bent, a beadás azonban túlságosan mély, Szűcs szedi fel a labdát. Dvéri szöglete? Szűcs boxolja tovább, a játékvezető Juhos pedig szabadrúgást ad kifelé, nézzük meg, hogy miért. Tímárt a gólszerzőt tessék figyelni, könyökkel behúz egyet a Ferencváros kapusának, mindezt az öt és felesen belül, azaz ott, ahol a kapus védettséget élvez, tökéletes játékvezetői ítélet. Lipcsei teszi le a labdát, Dragoner. Még egyel tovább, Pengsa nem volt les, mert beragadt egy fehérvári védő, a helyzet azonban kimarad. A fehérváriak indulnak el, Gyepes azonban labdát szerez, és ő maga indul meg a kapu felé. Elmegy Tímár mellett, Juhos pedig azt mondja, mindezért 11-es jár. Nézzük a fehérvári védő lábát, egy kicsit rá is lép Gyepes, és azt gondolom rájátszik az esetre. Minden esetre Juhos megadja a büntetőt, Lipcsei pedig belövi 1-1 a 44. percben. Ahogy megszokhattuk, Lipcsei a 11-eseknél nagyon magabiztos, most sincs másként, remekül helyezi a labdát, Vég nem érheti el, még akkor sem, ha érzi, hogy merre megy majd a labda. Ez már a második félidő, és megint egy fehérvári próbálkozás. Szépen visszaadott labda, Jócskán mellé legalább 3-4 méterrel Dvéri próbálkozott. Dvéri egyébként nagyon aktív volt a mérkőzésen. Ügyes a hátragurítás, 19 méterről. A Ferencváros támad. Három futó ember is van, és itt úgy néz ki, hogy Lipcsei már elveszti a labdát, és a fehérváriak föl tudnak szabadítani. Lipcsei azonban utána megy. Ez magyar pályán meglehetősen váratlan fordulat. Jól teszi be középre, ügyes perdítés, Pengsa vezet a Ferencváros 2-1-re. A gólban hervadhatatlan érdemei vannak. Lipcsei Péternek nézzük meg tehát még egyszer. El lehetne rúgni a labdát, a védő azonban késlekedik. Lipcsei pedig fölnéz, gyönyörűen ad középre, és most más lövi a gólt az ő átadásából. Ráadásul a lassítás mutatja is, hogy Lipcsei mozdulata teljesen szabályos volt. Ez már nagy fordulat a mérkőzésen, hiszen a hazai csapat vezetett 1-0 arányban, most pedig egyel a vendégek. Gyepes! Túlságosan sokat kockáztat a Vidi, emiatt aztán egyre több lehetősége van a vendég Ferencvárosnak is. Nem olyan masszív a középpályásor és a védelem. Pengsa hagyta ki ezt a lehetőséget. Egy próbálkozás a másik oldalon, Dragoner utolsó emberként. Így aztán nem is lehet csodálkozni, amikor Juhos piros lapot mutat föl a ferencvárosi védőnek. A labda már tovább került, a szándékosság nem vitatható, és az sem, hogy Dragoner utolsó védő.
Tehát megfogyatkozik a vezető Ferencváros. Nézzük a szabadrúgást, ami jár, Dvéri. Szűcsér bele, de végül a kapufa segítségre is szükség van. Ez óriási bravúr volt a ferencvárosi kapustól. Pengsza viszi most a zöldfehérek támadását. Egy ügyes labdaátlépés, Kriston érkezik a hosszú oldalon, de a célzással baj van. Nem változik az eredmény. A hajrában több helyzet mind a két oldalon. Nézzük a fehérvári lehetőséget. Dvérihez kerül a labda, nem tudja azonban erősen elfejelni, Szűcs lehúzza a levegőből. Szili, 100%-os helyzet, kiúri középütt, nem emelné meg azonban a labdát, és így vég, spárgázva hárítani tud. Szili pedig föl is néz, hogy hol a kapus, ennek ellenére nem tudja ellőni mellette a labdát. Újabb ferencvárosi támadás, megint Szili a főszereplő, bebólinthatná, de mellé fejeli. Gyera teszi át a labdát a másik oldalra. A fejes mellé megy, a végeredmény tehát 2-1 a Ferencváros javára. És itt, amikor Juhos lefújta a mérkőzést, sokan azt gondolták, hogy valóban vége mindennek. Ám csak annyi történik, hogy a játékosok helyett, bent a pályán a főszerepet a szurkolók veszik át, legalábbis először. Megérkeznek a zöld-fehérek. Előbb egy kicsit ünneplik a csapatukat, majd aztán nem állnak meg, és tovább mennek, az elé a szektor elé, ahol a székesfehérvári szurkolók vannak a videóton hívei. Kis pálya átalakítás, stadion rekonstrukció kemény magmódra. Mielőtt azonban véresre fordulnának az események, hiszen a ferencvárosi játékosok is oda mennek csitítgatni a híveket, Szűcs Lajost láttuk most az imént, és Lipcseit, megérkezik végül is az, akinek a feladata a rendfenntartás, azaz a rendőrség. Így aztán már újabb túlórára nem kerül sor, végül helyreáll a rend, és ahogy a jelentések mondják, semmiféle különösebb sérülés vagy más súlyos esemény nem történt. Ezzel együtt ezt a harmadik félidőt a Borsodi Ligában Székesfehérvárot, azt gondolom valamennyi jó érzésű szurkoló szívesen elengedte volna.